a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának orvosai összetett munkát látnak el. A gyógyítás, a kutatás és az oktatás összehangolása nem egyszerű feladat. Nagyon fontos tehát minden nemű elismerés, amit számukra nyújthatunk. Dóci Tamás Péter egyetemi tanár kimagasló szakmai teljesítményéért részesült a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetésben. Nyilván az ember érzelmileg valamennyire érintett lesz. Szóval azt hiszem, azt láttam a környezetemben, és úgy kicsit mindenki meghatódott. A professzor elmondása szerint az egyetem adta a lehetőséget számára, hogy terveinek egy részét, jó részét megvalósíthassa, a D pedig szűk közösségének a műve, teljesítménye. Eredményes munkát tudhatnak maguk mögött. Mind egy klinikusnak az első számú feladata, hogy a gyógyítás minőségét azt emelje. Sok újfajta műtéti típust és profilt bevezettünk a munkatársaimmal amelyek hát jól, sőt egyre jobban működnek. Kutatásfejlesztésbe nagyon jó pályázatokat tudtunk nyerni és valósítani meg. Jelenleg a Nemzeti Agykutatási Program talán az egyik legnagyobb projekt, ami folyik. Van olyan tényező, ami azonban minden siker felett áll. Azt hiszem a legfontosabb, hogy hát, talán sikerült jó pár beteget meggyógyítani. Dóci Tamás a Diagnosztikai Központ vezetőjeként nem csak egyéni céljainak, de az intézmény terveinek megvalósításáért is felel. Most a nagy cél a, a Diagnosztikai Központnál, hogy a 2007-ben került ide a, a három teszlás, nagy nagytérerejű MR, és ugye az, az, az lassan tíz éves lesz, és hát an, annak a teljes upgrade kell, és hát ezek nagyon jelentős összegek. Ehhez és minden nemű fejlődéshez egy fontos lépés lehet az összefogás nagyon szeretném, hogy a dél dunántúli régió fejlődjön, hogy valami fajta ellensúlyt tudjunk képezni a Budapest központúság ellen, hiszen most minden Pest felé lejt, bármi területet nézzük, és úgy gondolom, hogy hát az egyetlen jövő lehetősége az, hogy a régiók összefognak. Tehát szerintem szakmai profilonként kéne felépíteni egy, egy, nagyon erős közös dél régiót szakmai alapon. Én, én, ehhez a magam kis apró tégláját szeretném letenni. A professzor az évek alatt külföldi tapasztalatot is szerzett, ami ma is fontos az orvostan hallgatók számára. A világ bejárása közben a fiatalok ott táboroznak le, ahol fantáziát, lehetőségeket látnak. Meg tudtuk tartani még azt a potenciált, amivel rezidensnek idejönnek tehetséges gyerekek, és hát hajlandók itt, itt, maradni és itt dolgozni. Én azt hiszem, hogy ez a mai világban ennél nincs nagyobb érdem annak érdekében, hogy a magyar orvosok itthon kamatoztassák tudásukat, a továbbiakban is fontos megfelelő lehetőségeket biztosítani számukra, illetve elismeréssel hálálni meg munkájukat.